Szia! Ebben a videóban a húgyhólyag, az epehólyag és a tüdő meridient fogjuk tisztítani. És miért fontos ezeket tisztítani? Azért, hogy kivegyünk minden blokkot belőlük, és azért, hogy a rend segítsünk nekik, hogy a rendes irányba folyjanak ismét. Ez a technika ezer és ezer és ezer évekkel ezelőtt már tudva volt, Hál' Istennek, hogy mi is tudjuk, és tudunk magunkon segíteni, ez fog az immununkon segíteni, úgyhogy csináld velünk. Képzeld el, hogy Japánba, egyes kórházokban, ha bekerülsz, akkor egy gépet rátesznek a meridián folyására, vagyis a meridiánokra, megnézni, hogy a meridiánok a rendes irányba folynak-e, vagy nem. És azzal kezdik a kezelést, hogy rendes irányba segítik a folyást mert ők tudják és elfogadták, hogy ez mennyire fontos. Úgyhogy te is tudod, tudsz magadnak segíteni, ami nagyon jó. Kezdjük a húgyhójag meridiánnal. És mint mindig fogad a tenyeredet, és az egész tenyeredet ráteszed így a végponthoz először, és így végighozod. És a, ha a kezdőponthoz érsz, akkor kilélegzel, és kirázod a kezedet háromszor a végponttól a kezdőpontig, aztán háromszor a kezdőponttól a végpontig. Az első három az azért van, hogy kitisztítjuk, a más, az utolsó három azért van, hogy segítsünk a folyást visszavinni a rendes folyásba. Szóval ez nagyon fontos. Minden jó, szevasz! Ja, említsem meg, ez azért működik, mert a kézbe is, a kéz is elektromagnetikus, és ki tudja Húzni mindent, ami nem való. Ugyanúgy, mint a mer meridián is elektromágnétikus. Szevasz, minden jót! Kezdjét a végpontnál lélegezzél be, menjél végig, a végéhez értél, akkor lélegezzél ki, és rász ki a kezedet. Háromszor a végponttól a kezdőpontig, aztán háromszor a kezdőponttól a végpontig mindig belélegezni, ahogy elkezded. Állítsd meg a videót, és vegyél annyi időt magadnak, amennyi kell. Az epehójak meridian. Úgy mint mindig, háromszor a végponttól a kezdőpontig, lélegzéssel, aztán háromszor a kezdőponttól a végpontig. Állítsd meg a videót, és vegyél időt magadnak. A tüdő meridián háromszor a végponttól a kezdőpontig, aztán fordítva háromszor, és kész. Szia!